Újságfotó 1931. október 6-án, a dobozokban madarak voltak, abban az évben állatvédők több mint 5000 fecskét szállítottak a Malév repülőgépével Afrikába. A mentőakcióra azért volt szükség, mert túl korán ért Magyarországra a tél, a fecskék pedig nem tudtak elég energiát gyűjteni a több ezer kilométeres útra. Ma már hasonló elképzelhetetlen lenne. A mezőgazdaság és más emberi tevékenységek miatt már alig maradt fecske az országban. A növényvédő szerek szinte minden rovart elpusztítanak, amik a fecskéknek táplálékú szolgálhatnak. Emellett a szúnyogírtásra használt vegyszerek a fecskék legnagyobb ellenségei. Az a mennyiségű kémiai szúnyogírtás, amit végzünk, nem csak a szúnyogokat, hanem egyéb más repülő rovarokat is elpusztítanak. Ebbe beletartoznak egyébként a beporzó rovarok is, tehát ez még további hatásokat is eredményezhet. Fecskék számára viszont fiókanevelési szezonban ilyenkor egyszerűen megszűnik a táplálékbázis. A becsült adatok szerint a hazai fecskállomány nagyjából fele tűnt el körülbelül 10 év alatt, főként ezek miatt a tevékenységek miatt. Pedig a fecskék hasznos állatok, egyetlen madár egy év alatt nagyjából 1 kiló rovart képes megenni. A szakértő szerint ezért érdemes védeni ezeket a madarakat és a fészkeiket. Erre a legegyszerűbb módszer az úgynevezett fecskepelenka, ami egy a fészek alá helyezett állványt jelent. Ez egy nagyon egyszerű szerkezet, néhány száz forintból kivitelezhető, és már is egy problémát kiküszöböl. Illetve amivel még nagyon sokat tudunk segíteni, és erre kevesen gondolnak, egyre aszályosabbak a tavaszi időszakok, és ugye a fecskék sárból építenek fészket. Ha nincsen eső, nincsen sár, és szimplán megszűnik a fészek anyagnak az elérhetősége. Ezért az is nagy segítség lehet, ha nedves földet helyezünk ki oda, ahol fecskét látunk, hogy abból fészket tudjon építeni. A fecskéket egyébként a törvény is védi, sőt a fészküket is. Ezért aki sok fészket ver le, akár 3 év börtönt is kap a természetkárosításért.